Szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Immár a Nálatok Mizu második adásával jelentkezünk. Hát azt nem mondom, hogy ahogy már megszokhatták, hiszen a múlt héten volt az első ilyen adásunk, amikor egy ilyen online térbe hívtam vendégeket. Itt a Fehérvár Televízióban még jelenleg, május 20-ai állás szerint, ezt muszáj elmondanom, még nem tudunk vendégeket fogadni, és még egyelőre nem tudunk kitelepülni és jókat beszélgetni személyesen, de hamarosan erre is sor fog kerülni. Azonban most, hogy egy kicsit megnézzük, hogy kinek Mizu mi újság a házatáján, ezért ezt a felületet tudtuk, ezen a felületen keresztül tudjuk ezt most megoldani. És hát ahogy látható, ugye ebben a műsorban a vendégeim, Cserpalkovics András polgármester, szeretettel köszöntelek a műsorban. Köszönöm a lehetőséget, Szív, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy itt vagy velünk. Gábor atya, elengedhetetlen, hogy halljunk rólad is ebben a mai műsorban, hiszen nagyon sok minden történt nálatok is. Üdvözlök én is mindenkit, szép napot! Itt van velünk Zsófi, ugye? Hát a Zsófit sem nagyon kell bemutatnunk, de azért az egyetlen hölgytagunkat megmutatjuk Lengyel Zsófi személyében. Ugye te parasportoló voltál egykor, és most az önkormányzatnál dolgozom, mondhatjuk, hogy a főnököd is itt ül velünk. Mondhatjuk? Így van, így van. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is üdvözlöm a nézőket. Na majd a te tevékenységeidet is egy kicsit úgy kirészletezzük, hogy mit csinálsz, mit csináltál az elmúlt hónapokban, és nagyszerű színművészünk Keller János is itt van. Üdvözöllek, köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. No, hát ezt el kell mondani a nézőknek, hogy azért egy ennyi résztvevővel történő beszélgetést alapban nem egyszerű összehozni a való világban. De azért ezt a műsort akár nem is találkozunk, mégis egy picit azért nehezebb volt, én úgy érzem, összehozni, mert hogy most picit tényleg megváltozott mindenkinek az élete, és lehet, hogy egy picit több vagy más feladatot is ró úgy mindenkire ez a helyzet, amiből most már azt mondom, hogy talán szerencsére kifele lehetünk, de hát nyilván ezt nem az én dolgom megmondani. Beszéljük egy picit arról, hogy kinek milyen volt az elmúlt 2-3 hónap, vagy mondjuk 2, de már a 3 is szerintem meg lehet pendíteni, mert hogy az elején, amikor kezdődött mondjuk polgármester úrnál, nálatok ugye azért már a kezdetekről kellett készülni a helyzetre. Hát szerintem azt mindenki el tudja mondani, hogy ez egy különleges 3 hónap, és hogyha valaki januárban, amikor január 1-én vagy szilveszter estén egymással kocintva, egymásnak szép boldog új esztendőt kívántuk, akkor senki nem gondolta, hogy február közepén, március elején bekövetkezik egy olyan időszak, ami aztán 2-3 hónapig teljesen más életet ad és kereteket határoz meg, mint amire bárki bármikor is gondolt volna, és ez a karantén világ bekövetkezik, bekövetkezett. Nyilván nagyon sok tanulsággal, szerintem az egyéni életben, a családok életében is, a baráti körök életében is, nagyobb közösségek életében is, legyen az egy munkahely, legyen az adott esetben egy város, de hát az egész világot érinti. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas időszak minden nehézsége mellett. Én alapvetően egy optimista ember vagyok, úgyhogy mindig keresem minden helyzetben, hogy mi lehet annak az értelme. Szerintem ennek az időszaknak is volt, de hát biztos, hogy fogunk erről beszélgetni. Mellette pedig hát elég munkásan telt ez a 3 hónap, csak más típusú munkával az én esetemben, mint normál körülmények között az megszokott történni, de hát nagyon izgalmas, nagyon fárasztó időszak volt, és nagyon sok kihívást tartalmazott, de hát szerintem ezt mindegyikünk el tudja mondani a saját életébe, a saját hivatásába, szolgálatába. Hát most ez ilyen, ennek kellett megfelelni, de mondom, nagyon sok tanulsága van, amit majd már nyugodt körülmények között szerintem érdemes levonni a világnak is, az egészen az egyénig le tudjuk ezt szűkíteni. Több vagy kevesebb az az idő mondjuk, amit ebben a pár hónapban ott neked az a hivatalban, akár az üres hivatalban el kellett töltened? Akkor egyszerűen mondom, vagy válaszok, más. Nem tudnám meghatározni, hogy több vagy kevesebb, más. Teljesen más volt a feladat, nagyon operatív volt, nyilván más volt a felelősség, azért csak emberélet, egészség, közösség, tehát más típusú volt a feladat, inkább így fogalmaznék.
A jövőről akkor meg még fogunk tovább beszélgetni. Jani, nálatok mi újság volt ebben az elmúlt pár hónapban? Hát ugye nálatok ez egy nagy érvágás volt, hogy nem lehet színházba menni, és hát nincsenek előadások, de ettől függetlenül ugye te feltaláltad magad. Így igaz, március 12-én, hogyha jól emlékszem, akkor játszottunk utoljára a Vörösmarty Színházba, és nagyon-nagyon nehéz volt megélni azt, hogy egy huszárvágással, ugye azt mondták, hogy akkor a holnapi naptól nincs több előadás. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amikor egy kisgyereknek a kedvenc játékát elveszik a kezéből, és azt mondják, hogy nem kaphatod vissza, talán ezzel tudom érzékeltetni azt, hogy mit éreztem akkor, amikor megtudtam, hogy következő naptól nincs színház. Ugye nekünk ez az életünk, ez a hivatásunk, ez az életem nagy szerelme, és borzasztóan hiányzik. De azonnal azon kezdtem meg gondolkodni, hogy mi az, amivel hasznossá tudom magam tenni. És nem belesüppedni, vagy belesüllyedni abba, hogy most milyen rossz a helyzet, hanem amiről András is beszélt, hogy próbáljuk megtalálni ebben a helyzetben, mi az, ami előrébb viszi, ami pozitív energiát tud mondjuk adni. És ugye én hosszú évekkel ezelőtt Székesfehérváron elkezdtem már önkéntes munkát vállalni, amikor is több idős otthonba elmentem, zenés műsort vittem, bentlakóknak, kluboknak. Volt, amikor a kórháznak a gyerekosztályán mentem el advent időszakába, és rohadt nem tovább, Victoria Rehabilitációs Központ gálái mindig fellépek. És akkor jött egy lehetőség, hogy ugye egy kiállási korlátozás volt, nem hagyhattam el a várost, és hát sajnos autót sem tudok vezetni. Úgyhogy maradt az a lehetőségem, hogy akkor a lakóhelyemen vállalok önkéntes munkát. Hát ez most folyamatosan 7 héten keresztül zajlott a mindennapjaimban. Szépkorúaknak hordtam ebédet. Ez napi több órás elfoglaltságot jelentett, de hihetetlen jó érzés visszagondolni erre az elmúlt időszakra, hogy ha egy picit tudtam segíteni a szétkorúak mindennapjaiban, akkor azt gondolom, hogy elmondhatom, hogy hasznosan töltöttem az időmet. Nagyon szépen hangzik egyébként, és gondolom, hogy ezt azért meg is hálálják neked. Legalább, ha mással nem, a szépen csillogó, mosolygó arcukkal, hogy hálásak neked azért, hogy segítesz nekik. Hát természetesen igen, de hosszan tudnék vele beszélgetni arról, hogy a 7 hét alatt milyen hatások értek pozitív és negatív értelemben is, tehát azért nem volt az annyira könnyű feladat. Tehát sokkal többet kellett volna segítenem például abban is, hogy hétről hétre láttam, ahogy nagyon sok idős ember egy rosszabb állapotba kerül, nyilván a bezártságtól. És hogy valakinek csak az volt a napi találkozási pontja, hogy becsöngettem, és mondtam, hogy csokolom, meghoztam az ebédet. Voltak síros helyzetek, amikor sírva nyitottak ki egy idős ember az ajtót, akkor természetesen megálltam is, próbáltam pozitív gondolatokkal segíteni. Volt, akivel bohóckodtam és énekeltem egy-két dalrészletet, tehát próbáltam feldobni a napjukat, de nyilván ugye nagyon-nagyon sok helyre kellett egy nap eljutni az ételekkel, és hogy be volt osztva, hogy mikorra kell odaérni, ugye valakinek a gyógyszerbevétele miatt is nagyon kellett sietni, tehát arra nem volt időm, hogy több percig ott maradjak egy kedves embernél, de igyekeztem mindenkinek legalább egy pozitív gondolatot mondani mindennek. Most Zsófi is, hogy kapjon egy adót, téged is megkérdezlek. Hát nálad is azért neked eleve látássérültként megélni akár a mindennapokat is egy picit azért nehezebb, de nagyon jól veszed az akadályokat. Ebben az időszakban mi az, ami esetleg nehézséget okozott neked? Ugye az biztos, hogy ugye, mint az önkormányzat esélyegyenlőségi referense, iskolákba most nem tudtatok menni, nem tudjátok ezt az érzékenyítő programot csinálni. Mi az, amit egyébként ez mellett tudtatok? Azt tudom, hogy home office-ban dolgoztál. Így van, a nehézségre térnék ki akkor először. Én nekem a pozitívum mindenképpen ebben az egész nehéz és vírusos helyzetben,
azért az, hogy egy picit a világ megtapasztalhatja, hogy milyen az, amikor nem ő irányítja az életét, vagy egy adott ember, hanem valami felülről jövő dolog irányítja. Ugyanis ugye a fogyatékossággal élőként mi elég szegregáltan tudunk sajnos néha élni, nehezebben mozdulunk ki otthonról, van, aki nem is tud kimozdulni otthonról. Úgyhogy így egy picit a tanulság, hogy egy picit átélhette a világ, hogy milyen így látássérültként, fogyatékossággal élőként akár élni. Nekem amúgy ez volt a legnehezebb, hogy még az a minimál mozgásom is megszűnt, amit amúgy én látássérültként itt Fehérbottal a városban szoktam mászkálni, ugye természetesen az önkormányzathoz, munkahelyemre, edzéshelyszínre, női dolgok, fodrász, kozmetikus, ezeket ugye mindenállóan el tudom látni Fehérbotos közlekedéssel, és most még ez is megszűnt, úgyhogy tényleg itthon ültem én is, mint egy ilyen kis szobanövény, és igyekeztem túlélni vegetációval ezt az időszakot. Emellett amúgy a home office-os feladatokra pedig rátérve, polgármester úrtól kaptam azt a szép feladatot, hogy fel kellett keresnem az összes városi civil szervezetet, akik fogyatékossággal élőkkel foglalkoznak, és őket kellett megkérdeznem, hogy miben tudunk esetleg számukra segítségül lenni így a járványhelyzettel kapcsolatban, úgyhogy ezzel jó sok idő ment el, hogy a fogyatékossággal élőket keressük meg. No, hát akkor ti sem tétlenkedtetek, ugye, hogy Gábor atyáik sem, ugye az öreghegyi plébánián, hát azért én azt mondom, hogy felpesdült az élet. Én amit most itt hallok, látok rólatok, az, hogy online miséket tartottál, majd azt megbeszéljük, hogy még most is ugye tartanak azon kívül, hogy most már visszatért, majdnem a rendes kerékvágásba ez a miserend. És ugye ez mellett a közösségi életetek az én azt gondolom, hogy elképesztően felgyorsult, és tényleg látványos az, hogy mennyi minden történik nálatok. Amikor ez az egész helyzet beindult, akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy plébánosként hogyan tudom működtetni úgy a közösséget, hogy valahogy tudjunk kapcsolódni, és kerestem azokat a formákat, lehetőségeket, amiket ebben a helyzetben tudunk használni. És amit igazából megéltem, és ami ennek az egész online világnak a gyümölcse, és mondtad, hogy majd erről utána beszélgessünk, de hogy jelen pillanatban, amit így megéltem, hogy azzal, hogy az emberek nagy része otthon volt, hogy nem tudott kimozdulni, és így a neten keresztül tudtunk találkozni, létre lehetett hozni olyan csoportokat, amiket egyébként már nagyon régóta vágytam, hogy létrejöjjenek, hogy létrejöttek olyan kapcsolódások, amik eddig nem voltak, de nagyon szerettem volna, hogy legyenek. És ami számomra az egész helyzetnek mondjuk a gyümölcse, vagy a nem tudom, az eredménye, amit így ebben az időszakban megéltem, az az, hogy élőbbé vált a közösség, legalábbis egy része, akik ebben a világban benne vannak, ebben az online világban. És ebbe belefért az is, hogy akár ugye a misézés kapcsán fölállt egy kis munkacsoport, egy kis műszaki csoport, akik folyamatosan fejlesztettek, alakítottak, hogy létrejött egy felolvasói csoport, ami a nagyon régóta vágyam volt, hogy a miséken felnőttek olvassanak föl, most így az online misék miatt ők is kialakultak, létrejött egy kommunikációs csoport, ami már nagyon régóta jó lett volna, hogy legyen. Szóval egy olyan struktúra épült föl, amire én mondjuk 13 év óta vágyok arra, hogy itt valami legyen ilyesmi a plébánián, csak nem találtam meg az alkalmas eszközt arra, hogy ezeket az embereket összegyűjtsem. És most ez a világ meg a kényszer, az meg abban segített, hogy így találkozunk egymással, és működjön az egész, és azt hiszem, hogy valami nagyon szép dolog született meg ebből az egész helyzetben. Legalábbis itt nálunk én így ezt éltem meg. Igen, akkor ez is most akkor azt mutatja, hogy milyen közösségépítő ereje van ennek az egész helyzetnek, amit András is nagyon sokszor hangsúlyoz egyébként bejelentkezésekben, és hát nagyon sokszor lehet látni, hallani, olvasni ezeket a gondolatokat. Na most azt gondolom, hogy ugye én a kedves nézőknek már a múlt részben is mutattunk olyan videókat, amiket megkértem a vendégeimet, hogy ők maguk készítsék el magukról, és most ezeket játszanánk be, és néznénk meg, hogy mégis hogy alakult a ti életetek 2-3 percben. Elsőként szerintem akkor nézzük meg András videóját, és hát nézzük meg, hogy milyen az, amikor üres a városház, a díszterme, amikor a polgármester például egy kosárlabdát pattogtat, és a többi. Nézzük akkor meg ezt a videót, és akkor még kivesézzük.
Itt vagyunk a polgármesternek az irodájában, az túl azon, hogy egy gyönyörű iroda, és megtisztelő itt dolgozni. Valójában itt éltem, sőt bizonyos szempontból éltük a mindennapjainkat az elmúlt közel 2,5 hónapban. Ezen a szép helyen persze mindig jó tartózkodni, de azért különleges volt ez az időszak. Nagyon-nagyon ritkán jönök az íróasztalnál, mert általában ott szoktam dolgozni a nagy asztalnál, de most egy pont kivételes időszak volt, mert én magam is írtam, úgyhogy most sokkal, de sokkal többet ültem ebbe a 2 hónapban ebbe a székbe, mint az elmúlt 10 évben, mert most ez egy ilyen időszak volt, a kollégák pedig körbeülték a nagy asztalt, védőtávolság betartásával természetesen. Itt vagyunk a Városháza dísztermében, ez azonban szintén elmondható, hogy gyönyörű terem, de ebben az időszakban különös jelentősége is volt, két szempontból. A járványhelyzet elején itt volt a helyi operatív törzs, itt ülésezett minden reggel, egyre távolabb ültünk egyébként egymástól, utána pedig született a döntés, hogy tartsuk ezt inkább online módon, de utána is maradt funkciója a teremnek ebben az időszakban, mert amikor a városi televízióba megszólaltam, elmondtuk például a lakossági tájékoztatásban foglalt legfontosabb adatokat, tényeket, információkat, szabályokat, akkor az mindig így történt. Hát őszintén szóval nagyon furcsa volt egy tök üres teremnek beszélni, és egy nagyon pici kamerába belenézni. Szokatlan volt, és nem is volt feltétlenül jó érzés, bár a technikát akkor is csodáltam, hogy mi mindenre képes más, de az mondjuk itt történt mindig ezek a tévés bejelentkezések ebben a teremben. És hát aki egy kis műhelytitok még, hogy Megyeri Zolitól kaptam, hogy megint a városi tévéhez kötődjünk, ezt a bizonyos technikai ketyerét annak érdekében, hogy el tudjanak készülni ezek a felvételek. Mutatok valamit, ami ez az időszakhoz kicsit hozzánőtt, azért is, mert a közösségi médiában többször megjelent. Most nem a digitális technológiára és a Zoom-on lefolytatott helyi operatív törzs találkozókra vagy egyéb egyeztetésekre gondolok, hanem erre a bizonyos kosárlabdára, amit egyébként fehérvári diákoktól, a Vasmári Általános Iskola diákjaitól kaptam még bőven a vírus előtt. Aztán bekerült ide hozzám, és hát ebben az időszakban én kvázi így sportoltam, az még nem sokat jelentett, mint az, hogy miközben mondjuk a lakossági tájékoztatót írtuk, én itt keresztül kasul mentem, szerintem egy kicsit idegesítve is ezzel a kollégákat, és hát ezt a labdát dobáltam mindenféle dolgokkal, ami a Csillárnak a közelségében nem volt annyira okos dolog, egy kicsit néha elégődtem, és gyakorlatilag ez a labda is végigkísérte ezt a 2,5 hónapot. Hajrá, Alba! Most tényleg ilyen különleges hely az én lelkemben, szívemben, és szerintem a kollégáimban is, mert nagyon izgalmas időszak. Nem mondom, hogy volt, hiszen még benne vagyunk, mert ne felejtsük, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra. Hát nem lehetett könnyű azért ez a pár hét, ugye, úgyhogy azért nagyon sokan dolgoztok itt az önkormányzatnál, és hát ugye közgyűlések vannak, rendezvények vannak folyamatosan a díszteremben. Mennyire változott meg, mennyire befolyásolta a te mindennapjaidat azt, hogy nincsenek körülötted emberek? Hát nagyon furcsa volt ez a gyönyörű nagy épület nagyon kevés emberrel. Azért több mint 300-an dolgoznak normál körülmények között, ehhez képest ebben az időszakban attól függ, hogy melyik részéről beszélünk, de 50-100 embernél több egyszerre nem nagyon volt benne a nagyházban. Nyilván önmagában érdekes volt. Egyébként felkészültünk arra is, hogyha karanténba kerülünk, ugye más nagyvárosnál történt ilyen, hogy sajnos megfertőződött polgármesteri edző közvetlen munkatársa, akkor hol alakítjuk ki a karantént, és az is fölmerült, hogy itt a házban. Tehát itt a szomszéd helyiségekben most vannak matracok, hálózsákok és ilyenek is bekészítve. Tehát ide karanténoztuk volna be magunkat 14 napra, mert hogy egyébként valahonnan, meg nyilván a város ügyeit akkor is intézni kellett volna, hogyha ez a helyzet beáll. Szerencsére ez nem valósult meg. Úgyhogy alapvetően nagyon érdekes volt az egész napán. Nem nagyon volt, ugye a rendezvény nem volt, tehát ez nem nagyon volt külső program, hanem alapvetően reggel ide megérkeztem, és estig innen dolgoztunk. Vagy itt helyben, bár a személyes kontaktot itt is csökkentettük, tehát házon belül is inkább a digitális térben találkoztunk, és a külső partnerekkel. Ugyanúgy helyben is egy operatív törzsel dolgoztunk, ami minden reggel találkozott. Ez egyébként az első hetekben a hét minden napját jelentette, tehát nem csak a hétköznapot, hanem a szombatot és a vasárnapot is.
ideig a kis terembe, aztán a díszterembe, a jó nagy távolságra legyünk egymástól, aztán pedig már ott se pont azért, hogy ne essenek ki azok a szakemberek, akik ebben a helyzetben kulcsemberek, akkor sem, ha valaki esetleg megbetegszik, úgyhogy ez teljesen más világ volt. A lakossági tájékoztatót itt írtuk négyen minden nap a városházán, és Settler Zsuzsával, Tölk Konrád barátunkkal, kollégákkal, és hát Hót Péterrel, vagy rögtön az öreghegyi plébáriát fele is nézek, és minden nap itt ültük össze, ez olyan két-két és fél órás munka volt minden nap, összegyűjtve az összes információt, mit tegyünk, mi az, ami olyan hiteles, hogy meg tudjuk osztani a fehérváriakkal, milyen döntések születnek, és hát ami nagyon nagy különbség volt, hogy ugye a rendkívüli jogrendben a polgármesterek kaptak kiemelt hatásköröket. Akik igazán nagy hatásköröket kaptak ebbe az időszakba, az nem a kormány lett, mint amiről egyébként az országos kommunikáció szólt, hanem a polgármester. Ugyanis a parlament működik, meg működött, a közgyűlés mind a mai napig nem működhet. Minden közgyűlési döntést ma a polgármester gyakorol. Egyébként egy óriási felelősség volt, itt közben az ember néha megállt, hogy húha, hát most tényleg egy személyben hozok olyan döntéseket, nem azért, mert úgy ébredtem, hogy erre én vágytam, hanem azért, mert most ez a helyzet, amik azért nem feltétlenül voltak egyszerűek, de itt szeretnék köszönetet mondani a hivatal dolgozóinak, az intézményeinek, cégeinek, mert fantasztikus munkát végeztek. Nem is emelnék ki területet, ha nagyon kellene, akkor nálunk a szociális terület az biztos, hogy kiemelendő, tehát a bentlakásos intézményekben dolgozó szakembereké a teljes kalapemelés, egy fantasztikus munkát végeznek a városban, de hát sorolhatnánk aztán azokat a szolgáltatásokat, amiket most is biztosítani kell. Szóval tök más élet volt, nagyon hiányoznak nyilván szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek az emberi kapcsolatok, és azért mondom, ha van pozitívuma ennek az időszaknak, akkor szerintem az, hogy ezek megerősödnek, rá fog mindenki jönni, hogy sok fontos dolog van az életben, de az emberi kapcsolatoknál nincs fontosabb. Szerintem ez egy értéke lesz ennek az időszaknak, hogy ez nem lesz olyan természetes. Hiányoznak nyilván a rendezvények, a színház, a sportrendezvények, de szerintem ez is az emberekben ezeket föl fogja érték, hogy milyen jó dolog az, hogy elmegyünk, találkozunk egymással, beszélgetünk, elmegyünk egy előadást, utána leülünk és vacsorázunk egyet, hogy találkozunk, hogy a mise után nem hazarohanunk, hanem együtt töltünk még fél órát vagy egy órát. Tehát ez például szerintem hozadéka lesz ennek az egyébként nem könnyű időszaknak, és hát a digitális technológia is megmutatta, hogy mit tud, és szerintem most lehet majd értékelni, hogy normál körülmények között ezekből mit érdemes fenntartani, és mi az, ahol azért a személyes kapcsolat az sokkal jobb, és szerintem az élet minden területén legyen az az online mise, legyen az az online tanítás, legyen az, hogy a városi tévé milyen jó volt, hogy adta a színházi előadásokat, és ezeket lehetett követni. Ott az óriási önkéntes mozgalom, itt is mindegy 600 önkéntes mozgott ebben az időszakban. Köszönet nekik. Tehát szerintem sok tanulsága van, amit majd a normál körülmények, a jövő vonatkozásában is le lehet vonni. És igen, hát néha sportoltunk is, úgyhogy ez volt az az ominózus kosárlabda, amit a Vasvári Általános Iskolától kaptam, és ez volt itt a sportolás benne a irodában, miközben írtuk a tájékoztatót, én itt a többiek nagy örömére dobáltam a labdát, de semmi nem törött össze, és különösen a csillár és az ablakok is szerencsére megmaradtak. És ígérem, hogy nem igazolok az Albafehérvárról, tehát a szurkolók reménykedhetnek, hogy jó csapatunk lesz a kosárlabda tekintetében is. De kellett valami kis energialevezetés. No, hát ha már említetted az online miséket, akkor most nézzük meg azt, hogy Gábor atyáéknál hogyan zajlottak ezek az online misék, és egyáltalán az, hogy ugye üres a templom, neked ezt kellett megszokni, azt, hogy nem mehetnek be hozzád a hívek, jónni, és a többi. Erről is van egy kis összeállításunk, nézzük meg, hogy neked hogyan telt mondjuk egy-egy napod, és aztán erről is beszélgetünk. A napom általában úgy indul, hogy itt ülök a templomban, a legszentebb részében, a szentében, és egy szentírást olvasok, lelki olvasmányt olvasok, hogy éppen csendben vagyok. Picit próbálok töltődni, és akkor így indítom el a napomat, amikor ezt meg tudom oldani. Amikor ez nem működik, akkor ugyanezt teszem meg napközben, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valami kis töltődés legyen ahhoz, hogy én is adni tudjak másoknak.
A reggeli imádság után kiteszem az oltári szentséget a templom előterébe, sokan megállnak ott imádkozni. Bezártság idején folyamatos szentségimádás imádkozási alkalom lehetőség volt az emberek számára. Továbbra is folytatódik ez az alkalom, és akkor minden nap reggel 8-tól 5 óráig itt van nyitva a templom ajtó, és bejönnek sokan imádkozni. Rövidesen elkezdődik majd a Szent Misa, hogy a virtuális térben jelen pillanatban ez a közösségi lehetőségünk, úgyhogy most ezért erre készülök elő, meggyújtom a gyertyákat, és aztán majd elkezdődik a mise. Mise után vacsora, aztán néhány online közösségi program, és aztán befejeződik a napon. Attól függetlenül, hogy nálad is azért elég sok változást hozott ez a helyzet, azért én azt látom rajtad, hogy azért élvezed a helyzetet. Tehát, hogy megmersz jelenni most már ebben az online világban, ugye előtte ez rád nem volt jellemző, nem voltál Facebookon, itt-ott-amott, és most próbálod kihasználni ezeket a helyzeteket, hogy már a műsor elején is beszéltük, hogy nagyon szoros lett itt a kapcsolat a kis közösségetekben. Nem. A Facebookra továbbra sem vagyok kibékülve. Tehát, hogy én igazából azért vállaltam, hogy azért léptem be ebbe a világba, hogy azt mondtam, hogy ez egy olyan eszköz, amit most ebben a helyzetben használnom kell valami olyan formában, hogy információkat tudjak közölni azokkal, akik ott vannak körülöttem, és mondjuk mint plébánostól valami iránymutatást, gondolatot várnak. Úgyhogy leginkább ebből a célból eszközként használtam a Facebookot, vagy használom a Facebookot. Amit én nagyon jól megéltem, vagy nagyon nagy élmény számomra, azoknak az embereknek a megmozdulása, akik mondjuk ebben a térben sokkal inkább otthon vannak. Tehát ugye egyik nagyon kedves barátom a YouTube csatornát hozott létre és működteti nekem, a plébániának, hogy amik anyagok fölkerülnek, vagy elkészülnek, azokat föltegyük. Van, aki a Facebook, kifejezetten a plébániai Facebook oldala foglalkozik, és napra készen figyeli folyamatosan a külvilági híreket, mit tegyünk föl, mit ne tegyünk föl. Van, tehát, hogy nekem az egész helyzetben az az élményem, hogy olyan személyes kapcsolódásaim alakultak ki, amik eddig nem voltak. A másik, ami még izgalmas volt, az, hogy kamerába beszélni, mert hogy az online is azért abszolútan úgy működött, hogy berendeztük a templomot, átalakítottuk, és akkor ott van előttem a webkamera, és akkor ugye a webkamerába nézek, és így azt fogalmaztam meg magamnak, hogy próbáltam a helyére tenni ezt a helyzetet, hogy ez olyan, mint hogy az Istennel beszélgetnék. Hogy nem látom, nem hallom, de hiszem, hogy valahonnan figyel, és nagyjából így tudtam belenézni így a nézőknek az arcába, hogy ők egy kicsit így a Jóistent jelenítik meg számomra, a kamerán keresztül, meg a mikrofonon keresztül az ő szemükbe nézek, az ő fülükbe beszélek, és akkor ezen poénkodtam, hogy ez a nagy láb, ami megvilágított, az a glóriájuk volt, hiszen mégiscsak a szentek közösségéről beszélünk, csak ilyen szerényen. Szóval, hogy ez egy nagyon, először nagyon érdekes volt azt megélni, hogy üres a templom, és megtalálni azt, hogy én hogyan tudok úgy beszélni, hogy egy nagyon nagy üres térbe, ami előtte tele volt, megszólalok, és mintha itt lenne mindenki, és mintha nekik beszélnék. Szóval azt hiszem, hogy ahogy sokan mondták, hogy nehéz volt azt megszokniuk, hogy a monitort nézik, és akkor a monitoron követik a misét, de hogy még sincsenek teljesen ott. Nekem ott az volt a furcsa, hogy ezt megszokjam. De aztán meg az volt az érdekes, hogy kialakult a saját életritmusom erre a bezárt térre, mert hogy kifejezetten is kérték tőlem, a plébánián kialakítottunk egy helyi operatív törzset, amit Szent Sebestyén csoportnak neveztünk el, hiszen Szent Sebestyén a fertőző betegségekkel szembeni ilyen védőszentünk. Szóval, hogy ők kifejezetten kérték tőlem, hogy amennyire lehet egy önkéntes karantént éljek meg, mert hogy mi lesz akkor a közösséggel.
és aztán így kialakult egy saját életritmusom, amit meg nagyon jól éreztem magam, és most egy ilyen érdekes újra visszarendeződés van az életemben, és keresem azt, hogy mi az, amit ebből tovább tudok majd vinni, de erről majd akkor fogok még beszélni. Most már egy hölgy is megszólaljon, egy kicsit belelássunk az ő életébe is, akkor nézzük meg a te kis videódat, hogy te hogyan éled a napjaidat. Mindenki képes YouTube csatorna, mellékletek, Mozilla, munka, enter, fájlkezelő elemek nézete, több választós lista mező, nincs kijelölve esélyegyenlőségi referens munka, tör 2020.05.17.16:26 fájlmappa, hivatalon belüli elérhetőségek, járványügy. Az előző videóban megmutattam, hogy látássérültként tudok dolgozni a felolvasó programmal a számítógépemen, most pedig megmutatom picit az edző sarkamat, ahol naponta töltöm az időmet edzésekkel, ez általában délutánra esik. Itt mögöttem van a 6 évnyi válogatott parasportnak az éremgyűjteménye, emellett pedig ezzel a súlygömbbel, ilyen gumiszallaggal és a futópaddal szoktam tudni egyedül itthon edzeni látássérültként. Bár nagyon szeretek enni, és az egyik kedvencem azért a szalonnás tojásrántotta természetesen, de emellett főleg, ha az ember itthon van, akkor igyekszek egészségesen, vagy egy kicsit azért odafigyelősebben reggelizni. Így ma reggel is, mint mindig, műzlit fogok enni többféle zapehelyből, joghurttal, és egy picit azért felturbozzam magamnak, néha ezt szoktam beletenni, hogy egy kicsit extrább legyen, meg fogok egy kis mézen pirítani banánkarikákat, és ezt is pluszban hozzákeverem ehhez a viszonylag kiadós reggelihez. Élő videóhoz készülök, ugyanis azt találtam ki, hogy ha már kommunikációs média szakos a diplomám, akkor így a karantén és a vírus időszaka alatt itthonról délutánonként, kora esténként megpróbálok szórakoztatni egy kis beszélgetős, laza tabu nélküli internetes élő műsorral. Ehhez azért természetesen nőként mindig felszoktam lakni egy kis sminket, hogy most ahhoz fogok előkészülni, ezt látássérültként is el lehet végezni. Kész is van. Voltak hullámvölgyek, mint ahogy ugye mindenkinél megismerhettük mindenki történetében, hát nekem is lelkileg azért olykor nehéz volt. Az edzés az mindig egy nagy kapaszkodó az én életemben, azt tanított meg erősnek lenni és kitartani akkor is, hogyha nehéz, illetve nőként is fontosnak tartom, hogy megőrizzem az edzett formámat. A főzés az ugye mindennapi életem része, hiszen háziasszonyként is jeleskedem itthon, illetve ugye ami látható a videóban, az azért érdekes lehet mások számára is, hogy nálam és nálunk itthon majdnem minden eszköz beszél, úgyhogy nem elég, hogy én kommunikációs diplomával igen sokat tudok beszélni, még nálunk beszél a számítógépem, a telefonom, a karórám és a súlymérleg is, ezt mindig kiemelem, hogy nőként ennél rosszabb nincs, mint amikor a súlymérleg. Ezek amúgy azért szórakoztatóak is tudnak lenni, illetve ahogy említetted az élő videókat, az önkormányzati munkám ellátása mellett, ugye csinálok én is egy YouTube csatornát, ahol igyekszem megmutatni azt, hogy mindannyian képesek vagyunk, csak lehet, hogy egy picit másképp. Így például élő videókkal is jelentkeztem, amiben mindig felvetettem egy témát, amihez az internet nézői csatlakozhattak, és akkor együtt tabuk nélkül általában átbeszélgettük a dolgokat, hogy ki mit gondol, ki mit érez, és ezek egy nagyon izgalmas pillanatai voltak ennek a olykor nehéz időszaknak. És most már a héten azért visszatértetek a régi kerékvágásba, ha jól tudom, az önkormányzatnál. Közel nagyjából igen. Ugye sajnos az iskolák még mindig nincsenek nyitva, úgyhogy az iskolai érzékenyítő programok egyelőre még szünetelnek. Azonban ugye jó hír, hogy jön a nyári szezon, és hát a táborok úgy néz ki mindenképp meg lesznek tartva. Mi pedig mindig a városban részt szoktunk venni az önkormányzati gyermektáborokban, és úgyhogy megyünk majd a kis csapattal. És akkor itt van velünk János, aki ugye, hát most már beszéltünk arról, hogy nincs színház, és hogy azért te önkéntes munkát vállaltál ezekben a hetekben. Az a kis videó, amit tőled kaptam, az nagyjából erről szól, nézzük most meg. Megérkeztem. Az első feladatunk az lesz, hogy átnézzük, hogy ma kiknek kell ebédet szállítani. Utána egyesével ellenőrizzük az étfordókat, és elindulunk. Thank you.
hát azért az látszik, hogy neked ilyen elég rohanós volt ez a pár hét. Ugye reggel elkezded, bepakolászod a kis éthordókat, rohansz az idősekhez. Ugye mondtad azt, hogy azért nem mindegy, hogy mikor érsz oda. Azért elég sietős és leterhelős lehet, és minden mellett még ugye tanulsz is. Igen, de ezt nem egyedül csináltam, hanem ugye kis videóban is látszott, hogy megérkezek az idősek otthonához, és ott felveszem a kollégákkal a kapcsolatot, tehát egy autóval megyünk, van sofőr, és van még egy segítség, és hárman jártunk végig a napi mennyiséget, ugye lépcsőházakba ki be, családi házakba, lakóházakba, tehát ez valóban komoly sportteljesítmény is volt, hogy a lépcsőkön föl szaladgáltam, amit egyébként nem is bánok, mert a napi sportom az így biztosítva volt. Hát ezen kívül valóban ugye elsőséges egyetemista is vagyok, bár már nagyon öreg, de jó elmondani azt, hogy újra diákként is élhetem a mindennapjaimat. Nagyon izgalmas, mondhatom azt, hogy kinyílt számomra egy új világ. És hogy amiről azt gondoltam, hogy esetleg tudás birtokában vagyok, ezt most abszolút még jobban gyarapíthatom. Nem csak azért járok egyetemre, mert azt szeretném, hogy legyen még egy végzettségem, hanem ezzel vannak terveim is a jövőt illetően. Tehát, a szakmát, vagy a szakot azt elárulod a nézőknek, hogy mit... Persze, kulturális közösségszervező szakra járok, és vannak vele terveim, hogyha sikerül elvégeznem, mert bízom benne, hogy kitartó leszek, és végig fogom tudni csinálni, akkor vannak már ötleteim ezzel kapcsolatban is. És most éppen ugye vizsgaidőszakban vagyok, elsőévesként az első évet már teljesítettem, a második fél évből 7 tantárgyból 6-ot már sikerült, és még egy vizsgám van hátra, művelődés történet. Akkor itt már kanyarodnék is itt a műsorunk vége fele közeledve arra a konklúzióra, amit szeretnék mindegyőtöktől hallani, hogy mi az, amit ez az egész helyzet szerintetek az életeteken, vagy a mostani közeljövőnkön változtatni fog. És akkor Jani, szerintem folytassuk veled innen, hogy ugye most azt mondod, hogy vannak újabb tervek, nem csak a színházat illetően, hanem mást illetően is. Hogyan gondolod, mi az, amit te magadban így le tudsz szűrni, hogy mit tanultál, mi az, amin változtatni kell, és milyen új dolgokat fog ez neked adni? Akkor kezdeném onnan, hogy 19 éve vagyok a Vörös Marti Színház tagja, és 18 éven keresztül megszoktam azt, hogy van évadnyitó és van évadzáró, és hogy azon belül hány szerepet játszom egy évadba, nyilván ez volt nagyon fontos, illetve az, amit azok a feladatok, amiket ezeken kívül vállaltam. És most ugye a 19. évemben itt Székesfehérváron ez teljesen felborult, hiszen elkezdődött az évad és márciusban vége lett. Jelen pillanatban nem tudom, hogy hogyan fog folytatódni. Annyit úgy elárulhatunk, hogy online próbák már folynak a Vörös Marti Színházban, most már egy jó ideje. Én bízom benne, hogy hamarosan visszatérhetek a Vörös Marti Színházba. Nagyon bízom benne, hogy a 20. az gyönyörűséges lesz, és semmiféle vírus nem fogja beárnyékolni. Egyébként pedig vannak valóban a jövőre nézve terveim, 2-3-4-5 év múlva is, hogy miket szeretnék a színészet mellett még csinálni, illetve van a közeljövőre is Székesfehérvárra egy ötletem és egy tervem, amit szeretnék megvalósítani a következő hetekben. Most éppen azon gondolkozom, hogy kit kérek meg, hogy segítsen nekem megszervezni, mert kell ez segítség. Többet most nem is szeretnék elárulni, mert ha véletlenül nem jön össze, akkor ne legyen felelőtlen ígéret, de valamit szeretnék adni az embereknek. Hogy pontosan mire gondolok, ezt majd el fogom árulni abban a pillanatban, ahogy sikerült ezt megszervezni. Rendben, várjuk. Zsófi, te hogy látod, hogy mi az, amin változtatni fog ez a helyzet a jövődön? Vannak-e új terveid?
Természetesen mindig vannak új terveim, nálam azok ilyen kifogyhatatlan tárban léteznek. Ami nekem mindenképp változtatott, és amit úgy gondolom, hogy magunkkal kell, hogy vigyünk, az az, hogy egy picit megtanultunk megállni. Legalábbis rákényszerültünk arra, hogy megálljunk. Annyira felpörgött, gyors és olykor túlzó, és nagyon-nagyon vizuális világban élünk, hogy most egy picit talán mindenki megtanulta, hogy mi az, hogy stop, mi az, hogy állj, mi az, hogy körülnézzünk, de nem csak a szemünkkel, hanem egy kicsit talán a szívünkkel, és az otthonunkban, a környezetünkben, a barátaink körében. Én ezt szeretném, ha mindenki, így én is majd magammal vinném. Emellett a terveim pedig tényleg lendíthetetlenül mennek tovább, nagyon sok meglepetést szeretnék, nagyon szeretnék minél többet szerepelni az online szférában, és minél inkább eljutatni a mottómat, csak magamat tudom ismételni, hogy fogadjuk el a fogyatékossággal élő embereket is úgy, ahogy vannak, és hogy ha egyszer valaki rájön arra, hogy mi az, hogy nincs valamilyen, nincsen pénze, nincsen látása, nincsen karja, nincsen lába, akkor igazán megtudja, hogy mi az, hogy nincs, és hogy legyenek azok az emberek nagyon-nagyon boldogok és teljesek, akiknek viszont mindenük megvan. Hát legyen így, köszönjük ezeket a szép gondolatokat. András, nálatok egy picit még azért én bennem bujkál a kis kíváncsiság, és tényleg csak egy nagyon rövid pár mondatban beszéljük meg, hogy a család hogy tudta ezt az időszakot átviselni, és nálatok a jövőre nézve ez mit fog hozni, mi az, amit te úgy gondolsz, hogy nálatok most én úgy érzem, hogy inkább így családilag érdekelne, hogy milyen hozadéka lesz ennek a helyzetnek. Ugye az első hónap nagyon nehéz volt, mert amikor az egész elindult, akkor mi azt a családi döntést hoztuk, hogy én annyira sok emberrel találkozom még ebben az időszakban is, hogy ne hozzuk a veszélyt senkire, ezért én 3-4 hétig nem otthon laktam. Azt jelentette, hogy minden nap hazamentem, ahogy mondani szokták, az ajtón túlról 5 percet integettem, beszélgettem a gyerekekkel, feleségemmel, és utána mentem az utamra, és egyébként maradt a különböző digitális technológia arra, hogy kapcsolatban vagyunk. Aztán ezt mindannyian nagyon megmondtuk gyorsan, hogy ez így nem fog menni, úgyhogy 3-4 hét után úgy gondoltuk, hogy hát akkor inkább mégis legyen a kockázat, nyilván értelmesen. Tehát ez nyilván egy tanulság volt a mi számunkra is, és ezért mondtam azt, hogy az emberi kapcsolatok azok szerintem nagyon is felértékelődnek. A Zsófira vissza szeretnék utalni annyiba, hogy szerintem az is, hogy legyen én idő, hogy meg tudjunk állni, és egy kicsit lassítani tudjuk a világot, és ez nem mindig rajtunk múlik, de rajtunk is múlik. Tehát igenis valamilyen módon a kettő között van valóban szerintem az ideális, az elmúlt 2 hónap, meg az egyébként szokásos időszak között, és ezt igenis meg lehet találni. És hát, hogy családilag még, ugye először is azt, hogy az online oktatást azt nagyon láttuk most a 3 gyermekkel, 3 teljesen különböző életkorban, van a feleségem tanár, szerintem soha nem dolgozott ennyit, mint ebben az időszakban. Úgyhogy nagyon tanulságos volt, és hát eljutottuk odáig, hogy még a kamasz legnagyobb gyermek is azt mondta, hogy hiányzik az iskola. Nekem valaki januárban azt mondja, hogy a majdnem 17 éves nagyfiú azt fogja nekem mondani, hogy ő visszamenne az iskolába, akkor ezt valószínűleg én sem hittem volna, de eljutottunk idáig. Úgyhogy nekik meg azért lesz tanulságos, mert valóban a digitális világban élnek, rengeteg dolgot csinálnak ezeken a platformokon, és ez nem is baj, szerintem, az előnyök most azért kijöttek, de a hátrány is, és számukra azért mutatta azt, hogy persze jó a barátokkal a messengeren üzengetni, de azért jobb találkozni. És szerintem, ha ezeket a jó dolgokat tovább visszük, akkor kicsit jobb hely lehet a világ, mint amikor egyébként elindultuk ebbe a vírusba, és ez az embereken múlik, és amit meg úgy általában szerintem tovább kellene vinni, hogy én rengeteg összefogással találkoztam, és igenis az emberek jelentős része megmutatta, hogy képes összefogni, és képes egy kicsit magán is felülemelkedni, a másiknak egy kicsit segítő kezet nyújtani, ha nem is mindenkire, de szerintem sokakra ez abszolút jellemző volt. Ha ezt a másikra való odafigyelést az ember a saját életében, az utcája életében, a háza életében, a város életében tovább tudjuk vinni, akkor egy kicsit jobb közösségét tudunk válni, és egy kicsit könnyebb lesz az élet a mindennapokban. És hát nagyon sok kihívás lesz előttünk, hiszen ennek a járványnak nem csak egészségügyi következményei vannak, hanem sajnos nagyon súlyos társadalmi és gazdasági következményei is lesznek. Tehát szükség lesz arra, hogy képesek legyünk összefogni. Igen, ahogy az összefogás már több esetben Gábor atyáiknál is emlegettük,
Nálad mit gondolsz az öreghegyi plébánián, nálatok milyen változások fognak életbe lépni a te életedet, mennyire változtatja meg ez a helyzet? Ugye most már, hogy közösségek formálódtak, így gondolom, hogy ez a felállás azért maradni fog, és valamit azért csak-csak beépítetek majd a jövőben is ebből, amit most kialakítottatok. Három dolgot mondanék, amit így tovább viszek ebből a helyzetből. Az egyik a saját életemre nézve, hogy ezt a struktúráltságot szeretném valahogy továbbvinni, ami most így kialakult, ez így a saját életemre nézve. A másik, ami picit megint a saját életem, de mondjuk így a lelkipásztori életem, hogy azokat az online eszközöket, amiket most így felfedeztem, vagy felfedeztünk, vagy megtaláltunk az ige hirdetéstől kezdve emberek megszólításaik, hogy ezeket tudatosan építve folytatni. És a harmadik, amire most így kérdeztél, hogy azok a csoportok, amik most így létrejöttek, azoktól mindegyik csoporttól azt kérem, hogy abban kezdjenek el gondolkodni, hogy mi az, amiben úgy érzik, hogy tovább tudnak lépni, hogy tovább tudunk lépni, hogy abból a összezárt online létből kilépjünk az offline létbe, úgy, hogy közben felhasználjuk azokat a kapcsolatokat, amik eddig kialakultak. Tehát, hogy valami olyan ritmust megtalálni, ami ezt a két világot így össze tudja kötni. Így szoktam mondani, hogy ez a talán szem hetedik földrész gyakorlatilag, amiben nem volt eddig jelen az egyház, vagy nagyon-nagyon minimálisan, így nagyon óckodtunk mindentől, és most így belelettünk egy kicsit kényszerítve, vagy ez a helyzet inkább behívott bennünket, hogy megtaláljuk ezt, és valahol így ezt a két világot megtalálni, hogy hogyan tudjuk tovább használni, élni. Azt valami ilyen tervem, vágyam van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindannyian elmondtátok a gondolataitokat. Én azt hiszem, hogy most is látszik, hogy nagyon jó új dolgok születtek itt a közelmúltban, és lesz értelme annak, hogy ezeket tovább folytassuk a jövőben is. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, hogy közreműködtetek, hogy elkészítettétek a kis videókat, és nagyon-nagyon sok kitartást kívánok még a jövőben nektek, és nagyon-nagyon jó munkát, és élvezzétek az életet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Kedves nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez a műsor ebben a formában, abban a pillanatban ki fog lépni a való világba, amikor már az lehetővé válik, és akkor folytatjuk új vendégekkel, új témákkal. Amennyiben még ez nem jöhet létre, akkor a legközelebb is ebben az online formában találkozunk. Köszönöm szépen, vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!